Ezt a zenét a Millás Reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Nézz is! Ne csak hallgas! Millásreggeli.hu Ezt az előző zeneszámot Lanának küldjük természetesen, egy kedves hallgató írta, hogy 11 éves Malana, és évek óta ránk ébred és hallgat minket reggel. Lana két dolgot biztosan nem értett. Egyrészt, hogy miért küldtük ezt a Red Hot Chili Peppers-dalt neki, ezt majd később meg fogja érteni, ahogy egy kicsit érettebbé válik. Mikor? Hát most már. Abszol... Már most vannak a Red Hot Chili Peppers függő 11 évesek? Hát Na, végre akkor. Most ő már nagy lány. Jó. A másik, eh, hogy nem biztos, hogy mindig érti, hogy miről beszélünk ebben a műsorban, úgyhogy ezért külön igen. írjon be a Millás reggelis reggel is ellenőrző füzetébe egy kisötöst zöldel. Mi? Eh, András, ne legyél ilyen szigorú. Miért? Csillagos ötöst. Kis ötöst. Jó. Na majd jó. még... Tőlem csillagos ötöst. Bácsival megbeszéljük a tanáriban, a tornaóra előtti szünetben, okay. és akkor utána majd eldöntjük. Jöhetnek a hírek. Mit látsz a lapokban? Kérlek szépen, én a lapokban természetesen az ukrán konfliktus híreit látom. A világgazdaság gazdaság is oly odáig jutott, hogy Magyarország minden segítséget megad az ukrajnai háború elől menekülőknek, de én nem hiszem, hogy a világgazdaságból fogjuk az ukrajnai híreket olvasni. Inkább um, azt uh, a hírt osztanám meg a nagy érdeművel, hogy folyamatos az ellátás a barátság kőolaj vezetéken keresztül, de a MOL csoportnak elegendő csővezetéki kapacitása van ahhoz, hogy szárazföldi finomítóit az Adria vezetéken keresztül is ellássa mondta a végének Orosz András, a MOL Magyarország kiskereskedelmi vezetője. Az orosz-ukrán konfliktus hatását a határmenti törtőállomásokon is érzik. Lényegesen nagyobb a forgalom, mint az ország többi részén. Ezért fordulhat az elő, hogy bizonyos kutaknál én már láttam ilyen cetliket kiragasztva. 100 literes tankolási limitet vezettek be a zavartalan ellátás érdekében. Írja. Tehát a világ gazdaság... Igen, ugye, oda az volt a... Um... Kommunikációban még benne, hogy a különböző mezőgazdasági gépek is elszásolódnak. Azoknak a tankolása csinálni. miatt kellett ezt megtenni, de hát. Igen. Aztán a világgazdaság címlapján díszeleg az a hír is, hogy öt hónap telt el azóta, hogy a gazdasági verseny versenyhivatal rekordbírságot szapott ki a nitrogén művekre, ugye a műtrágyakartáról mi is beszélgettünk. A társaság tagadja a bűnösségét, és azóta sem fizette be a sok milliárdos büntetést, pedig februárban el kellett volna dölnie, melyik félnek van igaza, csak hogy ö, fellebbezések miatt 40 napig bolyongott a bíróságon a paksaméta, így a kúria csak a múlt hónap közepén kapta azt készhez, a bíróság viszont várhatóan március 21-ig meghozza a végső döntést, hogy akkor kell-e fizetnie, vagy nem kell fizetnie a nitrogén műveknek ezt a versenyhivatali bírságot. Nála mennyi volt mi Közben a érdekes, ugye nézzük a úgynevezett hátországot, egyre, több, egyre, többen ébrednek arra rá Oroszországban, hogy hát nem egészen az történik, amiről ők hallottak korábban a médiában. Ez köszönhető többek között... Nem annak vágyálom is, ez, Endre? Én nagyon félek Nem, nézd ettől. meg, köszönhető többek között annak is, hogy például a BBC is a Web-en kommunikál, Or Oroszországgal is tájékoztatásokat küld, illetve nagyon sok olyan hacker támadás van, amikor feltörnek e, streaming szolgáltatókat, állami tévécsatornákat. A két legnagyobb streaming szolgáltatót feltörték, és e, az ukrajnai bombázások képeit mutatják rajta. Egyébként pedig, e, ugye, e, sztrájkok vannak, és egyre több a letartóztatott. Most egy papot is letartóztattak Oroszországban, mert háború ellenes prédikációt tartott. Hogyha jól e, összesítettem a számokat, akkor körülbelül 7000-en vannak letartóztatva már, és ez még nem tartalmazza azokat az embereket, akkor nem is tudom, hogy mi van azokkal, akik több mint 2000 sztrájkoltak egy gyárban. Úgyhogy azért van, van nyoma az orosz hátországban is ennek az egésznek. Na, uh -huh. um... Na aztán népszava címlap, világpiacáról jön az orosz gáz. A KSA adatai nem támasztják alá, hogy Putyin igazat állított. Valamikor Orbán Viktor a közös február elejé találkozóján úgy fogalmazott, Magyarország a piaci árnál uh -huh. ötször olcsóbban kapja a gázt, pedig a kijelentés azóta nagyot ment a magyar médiában is, és több kormányzati potentát is megerősítette. Viszont a népszava írja, hogy... Az állítások ellenőrizhetősége előr ugyanakkor rendre azzal siklanak ki, hogy fájdalom a tételes tarifa és a maga a képlet üzleti titok. Viszont a KSA nemrég a decemberi adatokkal frissített külkereskedelmi nyilvántartás alapján végzett népszava számítások szerint a válasz az, hogy ez nem így van, hanem világpiaci áron kapjuk a gázt. Az pedig fájdalmas, mert ugye a gázárak most eléggé magasan vannak, rekordszinten. Magyarország orosz gázára általában egy centtel sem olcsóbb a tőzsdei szintnél, csupán azt az orosz fél két hónapos késéssel érvényesíti, jut következtetésre a népszava tehát. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik. Igazából... Elkiszen elképesztő mozgások, ahogy András fogalmazott, forint mélypontot láttunk már hajnalban. De, 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 azóta is. Kilőtt az olajár, száguld a svájci frank is, úgyhogy biztosan és azonnali hatást érezhetünk a bőrünkön minden szempontból. Igen. A Budapesti érték tőzsdebénk pénteken 3,4%-os mínuszt szedett magára, 40.246 pontig jutott a BUX. A vezető papírok között hát csak a MOL tartotta magát, fél százalékot erősödött 2512 forintig. Az otp nem volt ilyen szerencsés, 5,3 százalékos volt a mínusz a piacán, 10.415 pontig jutott. A Richter ennél is nagyobbat esett, 6,8%-ot, az ára, ára, pedig 6950 forint volt. A Telekom 0,75%-os mínusszal fejezte be a, a pénteki napot, és 399 és fél forinton e, zárt. E, nézem forgalom tekintetében, itt van például a Forágyi 4,5%-os mínusszal e, zárt, e, Más olyan nagy ö, érdelmi elmozdulás nagy forgalomban azonban nem volt. Az Akkor x mondom, rá, vagy volt? most mi van az x Azt Most nem tudom, majd mondjuk, hogyha látjuk a jó Várj, árfolyamokat. mindjárt nézem. Közben azért elmondanám az árfolyamokat a, a világpiacon, uh, árupiacon. A a szintű média 10%-os uh, dráguláson túl, 125 dollár 90 centen, tehát 125, mondjuk még egyszer a Brent 129 dollár 56 centen, szintén 10 százalékos drágulásban. 10 százalék fölött 11 százalékkal nőtt a gázolajára, most már 1337 dolláron van. Tovább erősödik a palládium több mint 5 százalékkal, 2 százalékkal a platina, 1 százalékkal az arany és az ezüst is fél százalékkal. És természetesen ennek függvényében esés a nagy piacon a Démet DAX 4,4%-ot esett pénteken, a Párizsi mutató 5%-ot. Aztán, hát Európában ugye ez volt a jellemző, hogyha végignézzünk, az IBEX, a spanyol mutató 4%-os esés, az olasz tőzsde 5% fölött, és a francia tőzsde, ja, azt már mondtam, Hát az amerikaiak ennél kevésbé, de azért mégiscsak mínuszban. A Nasdaq 1,4% a az S&P 500-as 0,7%-os mínusz, a Dow Jones pedig fél százalékos mínuszban, és azt lehet látni, hogy, hogy nem valószínű, hogy jobb hangulatot hoz a mai nap, hiszen az ázsiai tőzsdéket nézve mínuszban mindenki. A Nikkei 2,2%, a Hang Seng 3%, a Kospi 2% fölött, az indiai tőzsde 2,5%, a sankai tőzsde 1,8%-os mínuszban. Nem is tudom, hogy mit lehetne kiemelni. Talán a. a igen, a petróleum most, tehát az olajcégeknek a, az árfolyamát, itt van az Occidental Petroleum, 18 ot drágult a tőzsdén, a Marathon Oil Corporation 4 ot drágult, az Exxon Mobil 3,7 ot de rajtuk kívül lényegében mindenki zuhan. A Ford több mint 4 ot a Bank of America 3,6 ot a Citigroup 2 ot Hát a Veszfargo 4,8%-ot, ezek voltak a legnagyobbak. Tősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. A szemtelenül fiatal, vassa még meg kell. Aszettem a szemtelenül fiatal Czolerandi van itt, mert, mert, ő mert még a vassa is fiatalabb, csak kicsit hunyorog, mert hogy még mindig. Jó reggel! Jó reggel! Tehát a vassa meggratuláljuk, meg gratuláljuk, 49 esztendős a mai napon, ő is egy állandó hallgatónk illetve egy nagyon szívet melengető üzenetet megosztok a közzel, hát ha másnak is jól indult tőle a hete, mint nekünk. Soha nem gondoltam volna, hogy az emberiségbe vetett hitemet Vladimir Putyin elvtárs visszaadja. Kintöltöttem a hétvégét a nyugati pályaudvaron, és az Ukrajnából érkező embereket vittem szállásra, illetve ott segítettem különböző civil szervezetek munkáját. Hihetetlen, hogy mennyi ember érkezett segítő szándékkal. Van, aki tolmácsolásra vállalt, van, aki ingyen wifi van, aki kutyakaját hozott. Rengeteg ételt és egyéb felajánlás, szállást biztosítottak, respekt. Csatlakozni tudunk a magunk szerény eszközeivel ehhez, tényleg le a kalapal azon önkéntesek elől, akik uh, időt, energiát, pénzt uh, és magukat sem kímélve segítenek a rászorulókon. Nagyon fontos téma, ezt két uh, módon is a műsorba fog kerülni. Nem sokára beszélni fogunk az ENSZ illetve az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatójával, Mészáros Antóniával megkérdezzük, hogy mi a helyzet az ukrán gyerekekkel. Borzasztó képeket láttunk. Több városban ugye már hetek óta van, ahol három napja se víz, se élelem, se fűtés nincsen. Nagyon sok gyereket lehet látni a menekültek között. Én tegnap nézle, néztem a híreket, és tegnap előtt több olyan gyerekcsoport volt, akik ilyen 8-10 évesek, szülők nélkül érkeznek. Hát Bejárta a világ sajtót annak a kisfiúnak az eset, aki 11 évesen a kezére írt telefonszámmal, Nélon zacskóval és 950 kilométert tett meg. Na de hát ugye sokan Te vannak, akik legjobban. nem tudnak eljönni, és nem jönnek el, tehát az UNICEF nekik is próbál segíteni, erről fogunk beszélgetni, de majd a műs Végén beszélünk az ENSZ menekültügyi főbiztosságával, és tőlük kérdezzük meg, hogy mi a helyzet Budapesten a pályaudvarokon, illetve a határon. Lehetett arról nagyon sok mindent hallani hogy már tárgybeli juttatásból érkezett sok minden. Na, hogy majd megkérdezzük Balla Zsoltot, hogy mi az, amivel tényleg lehet segíteni, mire van szükség, és hogy egyáltalán mire számítanak ők. Most már ugye az ENSZ adatai szerint már több mint másfél millió menekült hagyta el Ukrajnát. Borzasztó a helyzet, és valószínűleg ez a szituáció még éleződni fog. Na mindegy, hát itt jönnek a legfrissebb hírek Czoller Andival. Jól vagy? Vissza. Hogy hát, bírod? Rossz kérdés. Azért, mert hogy tudom, hogy az ő kis lelkét megviseli ez a hadi tudósítói szerepkör, nem nehezen, szereti ezt. Nehezen, igen, igen, nehezen. A hétvégén is az állatkerti körúton mentem, autóval is állt egy autó, mint egy parkolt, és egy anyuka meg a kislánya állt a háta mögött a kocsinak és egészen addig nem derült ki, hogy ők ukránok, amíg le nem csukta ugye a csomagtartót. És ott álltak fullon bepakolva a kocsiba, és két bőgrét fogtak, és ott beszélgettek, meg ettek, ittak, meg ilyesmit. Tehát valószínűleg így megálltak pihenni, és egy kislányommal voltam a kocsiban, és így próbáltam neki hogy ezáltal hogy tudja esetleg átérezni ezt az egészet, mert é, azért nekik én meg, meg még megfoghatatlan. Meg, igen. igen, én meg soha nem gondoltam volna, hogy megkövettem Csúrdi Ernőni orosz tanáromat, aki teljesen meddő erőfeszítéseket tett arra, hogy valamiféle orosz nyelv ismeretet beleverjen a kobakomba. Ezt a féle rejtett ellenállásként fogtuk fel egyébként De, a 80-as évek végén. De most annyira szívesen segítenék, ha a tavári sütcsétjelnyicán kívül tudnék Ilyet, bármit ládjú, oroszul, igen. <laughs> Mert okay. az például szerintem az a legnagyobb probléma, hogy oké okay van ott, csak hát oly kevesen uh, tudnak oroszul, és biztos megnyugtatja a menekülteket, igen. hogyha valaki tud velük beszélni, és el tudja mondani, hogy hova jöttek, mire számíthatnak. Stb. 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 Mert én olvastam olyan, ö, olyan elemzéseket, hogy ez a baj, hogy nem tudják. Főleg akik autóval érkeznek, mert a vonatosoknak ki van írva, és mm. a határon pedig, ö, pedig aki autóval jön át, az meg nem látja, hogy ott, ott is már kaphat segítséget rögtön Igen. a határon. Úgyhogy, na, érdekes, ne filozofáljunk ezen, mert dolgunk van, híreket kell mondanunk műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás Reggeli a Vizuális Rádió műsor. A következő műsor szám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám! És te mindig saját szűtőt használsz, és mindent újra újrahasznosítasz, és még a pénzed is környezettudatosan gyarapítanád. Válaszd akkor a KNH pentartató fejlődés rendszeres befektetéseket. Fektes be havonta akár telóról, és tegyél egy élhetőbb jövőért. Ja, és most 13. havi jóváírást is kaphatsz. Dönts okos. A...